Várai Katus vagyok, végzettségem szerint magyar tanár és drámapedagógus. 2005. november 4-én, vagy november 5-én, amikor harmadéves egyetemista voltam, megalakítottam a Jazzation-t. A dátumban azért nem vagyok biztos, mert az alapító próbán nem voltam ott, hanem Barcelonában voltam a vőlegényemmel, aki néhány nappal azelőtt kérte meg a kezem, és a pocaklakó kisbabánkkal, akiről akkor még a szüleim sem tudtak. De a Jazzation megalakult, mert nagyon szerettem volna egy olyan a kapella együttest, ami magas színvonalon működik, de a légköre mégis egy baráti kör. Hogyha már ennyi változás állt be hirtelen az életemben, valami az énekléshez kötődő, a saját kibontakozásomhoz kötődő dolog egy biztos pontként jelen lehessen. A Jazzation megalakult, majdnem 15 évvel ezelőtt, és azóta én immár feleségként és anyaként, lányunk 13 éves, fiunk 8 éves, nap mint nap azon dolgozom, hogy az együtt töltött idő az együttesben is minőségi idő lehessen. Hiába próbálunk meghatározott ideiben a hétnek, tudnunk kell egymásra hangolódni, tudnunk kell együttműködni. Mert ha ez nem történik meg, akkor hiába jöttünk összepróbálni. Néha így éreztük, hogy hiába jöttünk összepróbálni, ezért kellett eszközöket és módszereket találnunk ahhoz, hogy ezt a minőségi időt megtaláljuk. Hosszú volt az út idáig, de azt gondolom, hogy megérte. Fábián Attila vagyok, karvezető és énekzenetanár egy 1000 fős gimnáziumban. A munkám miatt nagyon szeretek tervezni, és nagyon is fontosak a tervek. Előre meg kell tervezni az egész évet, és a terveket meg kell valósítani. És ezt a mentalitást, ezt így, mikor bekerültem a Jazzationbe, ugyanúgy tartottam magam, hogy ezek a tervek mennyire fontosak, minden próba folyamat. És hát egy idő után elkezdődött az az egész nyomás, hogy nem mindig megy úgy, ahogy én szeretném, vagy hogy többiek szeretnék. És ez nyomott. Ez elég rendesen nyomott, és éreztem, hogy ez nem megy. És persze mindenki hibás volt, csak én nem. Mert ugye én mindent megtettem. És sok idő telt el, de rájöttünk arra, hogy az emberi oldal sokkal fontosabb egy ilyen kis csapatban, mint az, hogy mindig a tervek szerint próbáljunk meghaladni. Erre találtunk egy nagyon jó módszert, és most arra kérlek titeket, hogy próbáljuk ki ezt a módszert együtt. Minden próbát így kezdünk. Kérlek téged arra, hogy a jobb kezeden 1-től 5-ig próbáld meg az aktuális lelkiállapotodat most így felmérni. Jobb kezeden, hogy érzed magad? Lelkileg. Bal kezeden pedig az, hogy fizikailag hogy érzed magad most. 1-től 5 skáláig. Fáradt vagy, fit vagy. És most mindenkit megkérünk, hogy tartsa fel a kezét. És nézzünk körül, jaj de jó. Nézzünk körül, nézzük meg, hogy érzi magát a mellettünk körül. Hát nagyon jól érzitek magatokat. És egyszerűen szuper. Ebből, hogyha ezt így megláttuk, akkor én most meg is tudom nektek mondani, hogy körülbelül ez a 400 fős kórus itt most mire lesz képes az elkövetkező pár percben. Vagyis minden próbát így kezdünk, és meg tudjuk állapítani azt, hogy a próba mennyi ideje menjen el beszélgetéssel, vagy mennyit tudunk szakmailag haladni előre. Sziasztok, én Bojki Sára vagyok, énekes és népi énektanár, és sajnos én nem láttam, hogy mit mutattatok, és miért volt ilyen nagy a nevet, és megmutatjátok még egyszer. Anyás! Akkor kéne együtt énekelni. Nem fogunk. Egy Lipcsei a cappella versenyre készülve, beugróként csöppentem bele a Jazzation egy próba folyamatába, és teljesen meglepett engem az a mértékű és minőségű odafigyelés, a pozitív energiák áramlása, és az isteni házikoszt, ami mindig fogadott a próbám. Őszintén szóval meg voltam győződve arról, hogy ez egy beetetési időszak, és csak addig vagyok így elkényeztetve, amíg beadom a derekam, és állandó tagként csatlakozom. Végül megnyertük a versenyt, beadtam a derekam, 5. éve állandó tag vagyok, de valahogy még mindig ugyanígy figyelünk egymásra, és a Katus még mindig jól főz. Egy időbe beletellett. Amíg teljesen megmertem bízni a Jazzation-beli kollégáimban, de mára ez a mély bizalom, azt veszem észre, hogy a személyes utamra is hatással van. Azon igyekszem,
hogy érzelmileg biztonságos közeget teremtsek meg, tanárként és előadóként egyaránt. Mert megtapasztaltam azt, micsoda ereje van, hogyha teret adunk egymásnak, hogy mindenki az aktuális önmaga lehessen. Mert ebbe a térbe nő bele, és virágzik ki szemünk láttára az őszinteség. És ebből az őszinteségből merít erőt a kreativitás. Homor Máté vagyok, katolikus kántor, karnagy és irodavezető. 12 év kórusiskola után a jazzésemben azzal szembesültem, hogy a kórus és a kamaraének az több szempontból másképp működik. Amíg a kórusban a karnagyot kiemelt felelősség terheli, addig egy kis együttesben az egyéni felelősségvállalás zeneileg és emberileg egyaránt elengedhetetlen. A szünet előtti dalban megfigyelhettétek, hogy hogyan épül fel a zene szövete az egyes szólamokból. Ebből az is jól látszik, hogy mennyire egymásra vagyunk utalva. A próba folyamatok során még a levegővételeket is kidolgozzuk, hogy ahol kell, ott mindig legyen, aki énekel, ahol viszont a zene úgy követeli, ott tűpontosan egyszerre lélegezzünk. Egy jól működő acapella együttesben időnként teljesen normális, hogyha az egyéni és kollektív felelősségtudat ott csúcsosodik ki, hogy az ember néha azt érzi, hogy levegőt sem vehet. Sziasztok, Kanizsa Gina vagyok, és jazzének tanárként az a munkám, hogy embereket győzök meg arról, hogy mennyire nagyon ügyesen énekelnek. Egyébként tényleg. Viszont saját magamat meggyőzni már sokkal-sokkal nagyobb önmeghaladást kíván. Például 2018 májusában, amikor pár nap különbséggel álltunk a legnagyobb magyarországi színpadokra, az egyik leghíresebb, sőt a leghíresebb európai acapella együttessel, valamint Bobby McFerrinnel. Tudjátok, ez az a fazon, aki azt énekli, hogy... Don't worry, be happy. Úgyhogy enyhén szólva is kimaxoltuk az acapellát Európában. Én még mindig igazából azon pörögtem, hogy az egy dolog, hogy lehoztuk a csillagokat az égről, de még ott van a nap. És ezt a maximalizmust nem tudjuk leküzdeni. A Felkonfból hallottátok, hogy a legtöbb európai szakmai díjat elhoztuk, és számos közönségdíjat is begyűjtöttünk. Tehát igen, maximalisták vagyunk, viszont ezt a maximalizmust a mi munkahelyünkön, a mi együttesünkben nem ostorcsapásokkal és lelki terrorral és önsanyargatással szeretnénk megvalósítani, hanem minőségi idővel, struktúráltsággal, bizalommal és egyéni felelősségvállalással, mert ez az, ahogy mi tudunk együttműködni hatékonyan, és ez az, ahogy mi működünk harmóniában. Ooh. Ooh. Ooh.
piros hajnalba megöleljük egymást. Szeretlek, szeretlek, csak ne mondd senkinek, míg ez oltár előtt össze nem szentelnek, össze nem szentelnek. Szeretlek, szeretlek, mint a lágy kenyeret, sóhajtók éretted egy nap száz ezeret. Na 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 na